polgároknak választani kell. Választani kell a pár diktatúra és a polgári érdekek között. Választani kell a polgárok kizsákmányolása vagy a polgárok támogatása között. A polgároknak választani kell a korrupció vagy a mindenkinek egyenlő esély között. A polgároknak választani kell a cenzúra és a szabad véleménynyilvánítás között. Választani kell a hamis ígéretek vagy egy fejlődő község között. Választani kell az adóemelés vagy az adócsökkentés között. Választani kell a rezsiemelés vagy a rezsicsökkentés között. Eldönthetjük, hogy 10 munkahelyekre van szükség, vagy minden polgárnak esélyt kell adnunk az elhelyezkedésre. Eldönthetjük, hogy a gazdaságot tovább pusztítjuk, vagy fejlesztjük a gazdaságunkat. Eldönthetjük azt is, hogy egy álturizmusban hiszünk, vagy valódi turizmust fogunk fejleszteni. Arról is dönteni fogunk, hogy folytatjuk a falvaink kizsákmányolását, vagy mindent megteszünk a falvaink fejlesztésért. Arról is döntenünk kell, hogy a fiataljainkat továbbra is elüldözzük a községünkből, vagy megpróbáljuk fiataljainkat itthon tartani. Döntenünk kell a közpénzeink eltékozlása és az ésszerű felhasználása között. Döntenünk kell, hogy a nyugdíjasokat kifosztjuk, vagy esetleg szükség van a nyugdíjasok támogatására. Döntenünk kell, hogy a községünk lezüllesztését folytatjuk, vagy új, kreatív ötletekkel felélesztjük községünket. Döntenünk kell, hogy mi a fontosabb, a hovatartozás, ki melyik párthoz tartozik, vagy az összetartozás, hogy a község összes polgára, egyenlő jogú polgára a községünknek. Döntenünk kell, hogy tovább mossák ki a pénzeinket, az önök pénzét a községből, vagy pedig a községben beruházzuk azokat, hogy községünk fejlődni tudjon. Arról is döntenünk kell, hogy a személyes, üzleti és a párti érdekek a fontosak, vagy egy felelősségteljes önkormányzás. Rengeteg a kérdés, nagyon sok mindenről kell döntenünk, és az UKROK Községi Összefogás Tandari Polgárok csoportja egy esélyt kér a bizonyításra, hogy programjaink megvalósuljanak, és az vezetésünkkel elindulhasson községünk valódi fejlődés útján.